Nyitok egy galériát végre. Ugye egy festő életében talán a legfontosabb, illetve a legnagyobb öröm. Külföldi Jackson oldalak, mindenféle rajongói oldalak nagyon sokszor használják az én festményeimet. Ha tudsz azonosulni valakivel, akkor azt cipeled egy életen át, én úgy gondolom. Jackson egy volt, és van, és lesz, de csak egy. Budapest szemem mindent lát, Budapest szemem mindig online. Ez a Budapest áj, ez a Budapest áj, ó, ez a Budapest áj, Budapest áj, Budapest áj. Kimondja a persze. Igen. Itt vagyunk majdnem egy ágyban, egy rajongóval, Ferivel, aki nagyon nagy Michael Jackson, és Zoltán Erika fan, ugye jól mondom? Lehet mondani így, igen. Mielőtt folytatnánk, légy szíves, azt a csengőt ott alul nyomjátok meg, és iratkozzatok fel ránk, nagyon fogunk neki örülni. Na, én készültem neked egy kvízzel, ezzel fogunk indítani, mit szólsz hozzá? Csináljuk. Ki kellene találnod, hogy a képeken szereplő emberek közül ki alakítja Michael Jacksont? Hú! Tessék, jobbra húzzuk. Mindenki elrontja balra. Igen, fogom, igen, igen. Hoppa. Nem, jobbra fogom. Bocsánat, én is jobbra húztam. Sztárban sztár, azt hiszem, csak igen, csak nem fogom, de várj, dehogy nem. Nem tudom, mennyi idő van rá gondolkozni. Segítsek? Igen, segíts egy picit, mert tudom a nevét. Egy Audrey Hepburn film, na ezt most elrontottam, mert nem Audrey Hepburn film, de van egy ilyen film, hogy Gigi. Igen, Radics Gigi. Gigi. Igen, és a Radics Gigi csak nem jutott eszembe a neve. Jó, és lelőttem. Nem baj, ez jó, Radics. Szerintem ez... Akkor kit váltam? Kettő, ne, kettő. Ő a Gáspár Laci, az biztos. Nem. A, de a Gáspár Laci. Nem. Mondom, de hogy tényleg ő. Gáspár Laci és a Black or White éneklőját fetáncolja, és egész bravo. Jó volt. Igen. Nagyon nem fogom tudni. Az biztos, hogy a Jackson 5-ból énekel, de ugye a frizura. Segítek, nő. Igen, azt is látom, de akkor sem fogom tudni. Zoltán Erikával ugye egy időben kezdte. Szandi? Jaj, de hát Szandi? Magára nem egy időben. Nem, csak most hirtelen a karaktert nézem, dehogy is. Egy időben kezdte. Akkor... Keresztes Ildikó. Bravo! Igen. Ő a Dérheni. És a Screamet. Pont valamelyik nap néztem. Én nem ismertem meg. Amikor én sem először, de egész jól nyomta. Ő a... Opitz Barbie. Bravo. Igen. Na, őt nem fogom tudni, és hirtelen a... Horváth Tomira gondoltam, de ez nem... Ő nem... Segítek, amikor ment a Starban Starnak az intrója, vagyis az előzetese, akkor több Michael Jackson volt egy videóban. Ha ez segítség, és ő az egyik. Sajnos nem fogom tudni. Bocsi. De akkor segítek, mondd el. A legnagyobb sláger a Ding Dong. Jaj, a pici, a csonka pici. Egyébként őt nagyon szeretem, egyszer-kétszer találkoztunk ilyen felvételeken, és tökari. Tényleg. Akkor megfejtettük. Ő a Horváth Tomi. Na hát. Igen. Berecki Zoli. Igen. Igen, a Berecki Zoli. Itt a legjobb Michaelnek tartanak, ha jól tudom, a sztárban. Igen. Ne is húzgál tovább, ennyi volt. Ja, ennyi volt. Bravo, gratulálom. Ah, egész jó voltam. Pedig imitátorokkal egyébként bajba vagyok. Tehát ez máshogyan nem. Tényleg, ha már imitátorok. Ugye te kapcsolatban vagy a magyarországi Michael-ökkel is, vagy külföldiekkel is esetleg? Nem igazán, tehát rólam azt tudják a rajongók, illetve nagyon sok helyen elmondtam, hogy én, mint imitátor, tehát maga a fogalmat, hogy imitátor, és ugye, ha Jacksonról van szó, nem szeretem. Én valójában két embert ismertem el imitátorként, aki hozta egy picit azt a feelinget, ami Michael képvisel, de ugye senki nem tudja igazából őt úgy utánozni. Még az utánzást hagyjuk, mert még azt meg lehet tanulni, ugye a koreográfiákat meg lehet tanulni, de maga azt az életérzést, illetve azt a kisugárzást senki nem tudta hozni. De egyébként most, ha már imitátor,
akkor, és nem akarok neveket mondani, de egy nevet fogok mondani. Hagy tippeljek, az a srác, aki olyan részt. Nem, lány. Nem. Akkor meglep. Azért lányt mondok, mert benne nagyon nagy tehetséget látok, és ha már imitátor, akkor akár lehet egy lány is. Tehát ez nem, ha hozza ugye Michaelnek azt a színvonalát, idézőjelbe, akkor ő a Hennikém, aki majd fel fog lépni a következő kiállításomon is, mert adunk neki egy kis lehetőséget, és ilyen pici gyerekkora óta ismerem, és most már annyira profi. De nem a Dear Henry-ről van. Nem. Hát régi Harriet. Igen, rá is kanyarodtál egy kérdésemre. Neked lesz majdnem sokkal egy kiállításod, ahol ezeket is, meg... Hát pont ezeket nem. Pont de... ezeket nem akarjuk látni, de ezt csak itt láthatjátok. De igen, hogy lesz neked egy Michael Jackson kiállítás. Illetve igazából egy életmű kiállítás, jól mondom? Hú, ez azért egy picit bonyolult, hogy akkor visszamennék, hogy ez most már a negyedik lesz. Negyedik Jackson kiállítás Magyarországon, így együtt. Most már sokkal többen vagyunk benne, mert hál' Istennek sokan segítenek. Akkor és a művészek munkái is láthatóak? Nem. Mm. Tehát az azért nem, mert a festős vonalat, illetve amit én közvetítek, az valahol egy, és konkrétan ugye csak az én festményeim lesznek. Viszont tényleg nagy sztárokkal, Zoltán Erika lesz ugye az én másik múzsám, lesz a házi asszonyainak a rendezvénynek. Nem tudom, hogy mondjam-e a fellépőket, vagy, persze, vagy ezt majd... Hát megnyertük a Lotfi Begit, aki egy új mixel jelentkezik majd ott. Csináltam vele interjút. Nagyon-nagyon, tényleg annyira profi a srác. A Gajdos Attilát, ugye őt is ismered. Igen, őt is láttam el, és nagyon, innen is üdvözlöm. Akkor ugye a Jackson Criminal, aki majd ők egy zenekar, akik az élő zenét nyomják, illetve Kurusz Benji, aki olyan show-t csinál, ő az X-Faktornak az egyik koreográfusa volt. És még kit nem fogok mondani, mert az a baj, ilyenkor mindig jár az agyam, és tuti elfelejtek valakit, de most hirtelen eszembe jutott a Gedeon András, aki egy új tehetség, és remélem nem, jaj, dehogy nem, a Bebét, a Bebe is ott lesz, ő is énekel. Egykori Picasso-ból. Így van. Úgyhogy nagyon várjuk, ez május 16-án lesz az akváriumban, ha ugye a helyzet is úgy adja, bár jelenleg most azt mondják, hogy jó lesz. Úgy legyen, könyörgöm, úgy legyen. Szeretnénk már mi is dolgozni. Hát igen. Ha jól tudom, saját naptárat is létrehoztál, amihez most mindjárt oda nyúlok. Nem tudsz annyira oda nyúlni. De hát nekem vannak ilyen segítőkezek a háttérben. Igen, ez egy új kedve. Ezek a te munkáidból álltak össze, ugye? Így van, illetve Michaelnek a dalszövegei vannak rajta. Azok a dalszövegek, amiket én az adott képhez éreztem, és egyáltalán nem az adott képhez való dalszövegek, hanem ez amit éreztem. Igen, ez most olyan, mint a reklám lenne, de ez egy jó kezdeményezés, és nem egyedül csinálom, hanem az én drága Emőke barátnőmmel, akivel nagyon nagy terveink vannak még a jövőre, de majd ezt elmondom. Egy webshop. Nem csak webshop. Ha nem. Most mondjam rögtön már az elején. Hát ugye innen indult egy kezdeményezés, és mi már ezt régen tovább gondoltuk. Hát most úgy néz ki, hogy és erre mondjuk kicsit büszke vagyok, csak még nagyon a sűrűjében vagyunk. Nyitok egy galériát végre. Ugye egy festő életében talán a legfontosabb, illetve a legnagyobb öröm, ha egy galériában, a saját galériájában vannak kiállítva a festményei. És hát ez a galéria, ez egyrészt Jacksonról fog szólni, egyrészt Erikáról, egyrészt mindenről, amit én festek. És hát ott lesznek rendezvények is, lesz egy kávézó, művész kávézó. Tehát az én kis világom, és ez nem sokára majd megnyílik. Ott leszünk a bemutatón. Gyertek! Ezen ugye pár kép, jól mondom, itt van a falodon is, igaz? Hogy hát végül is de. Ő itt van, ő is itt van, ő is itt van, ő is itt van. Nagyon sok kép egyébként ugye azért nincs már itt, meg folyamatosan festek, mert hál' Istennek a rajongók már évek óta ezeket rendelik tőlem, mert otthon van saját maguknál. Most kirepül a háttérbe. Így van. De egyébként büszke vagyok erre, de büszkék vagyunk Emőkével erre a naptárra. Hát azok is lehettek nagyon igényes, nagyon szép.
Én már pár évadot kiszeltűnt a naptárból megcsináltam, úgyhogy nagyon jó. Naptárban otthon vagyok. Kiszeltűnt, nagyon, tehát ha már így felhoztad, bár tényleg nem ismerem annyira, de egyszer Tűnnek pont egy... konkurencia. Nem. Egyszer találkoztam vele egy kiállításon, amit a Verdeco Egyesület szervezett, és annyira aranyos volt, tényleg, és annyira beszélgettünk, és ugye ő is ismer most már engem, mert járok kiállításokra. Uh-huh. És tök kellemes meglepetés volt, mert sajnos, ugye Jacksonnál is, ha majd rátérünk, ugye a bulvár az nem mindig az, ami jó. Hát nagyon nem. És ugye valószínűleg őt is eltorzították ezzel, vagy nem tudom, hogy mi történt, de... Hát de abszolút, sokat síratott otthon. Igen, de abszolút nem ilyen emberileg, ahogy én megismertem. Aha. Hoztam neked még egy meglepetést, képzeld el. Na. Bocsánat, csak ezt a meglepetést. A kvíz az általános. Nekem van egy ismerősöm, egy hölgy, aki volt egy saját papírüzletlánca, amiben a 80-as, 90-es évektől kezdve minden olyan füzetborítót, amit mi is használtunk és rátettünk a kis füzetkéinkre, vagy levélpapírt, amivel még leveleztünk, ami nem létező fogalom. Igen. Képeslapokat gyártott, igazából mindent, amit egy papírüzletből megtalálhatsz. És nekem mondta, hogy ha már veled találkozom, akkor mindenképpen hozzam el egy munkáját, amit 31 éve őrizget. Ez egy eredeti grafika Nagy Sándortól, Michael Jacksonról. Ezt használták iskola füzetborítókhoz, képeslapokhoz. Ez volt az első Magyarországon. És ez az eredeti grafika. Ez alapján jött le. Gratulálok, egyébként nagyon sok, ugye én más szemmel nézem, mint... 31 éves igen. Papírlapot tartott a kezed. Igen, egyébként érezni, abszolút érezni. Egyébként van is. Igen, a Nagy Sándor. És Debrecen 1990. Igen. Aztán. Ez az első... Ilyen merchandise, mondjuk úgy, ami Magyarországon. De mint munka, mert én most úgy nézem, nagyon jó. Tehát tényleg nagyon jó. Te benne van a... 31 éves. Tényleg gratulálok, nagyon jó. És örülök, köszönöm. Ilyet egyébként ritkán kapok. Ilyet amúgy sem kapok, tehát ez minden egyedi, de nagyon jó. Michael Jacksonról van szó. Nem siklódhatunk el a botrányok mellett. Te, mint rajongó, ezt hogy élted meg, vagy hogy dolgoztad fel, hogy jártál utána, ugye közben kiderültek dolog, hogy egy rész azért bőven nem igaz ennek a dolognak. Ha most erre a dokumentumfilmre is gondolunk, a Neverland elhagyása, így van. Ezt rajongóként hogy lehet megélni? Hát rajongóként úgy lehet megélni, hogy egyrészt nagyon-nagyon bosszant minket, illetve bosszantott és undorítónak tartjuk. Nem beszélve arról, hogy nem igaz, tehát kezdjük azzal, hogy nem igaz, és ugye ezek ki is derültek most később, az a baj, mindig később bebizonyosodik, hogy ennek semmi valós alapja nincs. És persze az már nem érdekes. És az már nem érdekes, igen, de attól függetlenül, hogy mondjam, tehát aki gyerekkorától rajong Michael Jacksonért, az tudja és az követte és ő érzi az ő életét, akkor is, hogyha a bulvárlapok csak a rosszat, illetve csak felnagyítják a dolgokat, akkor is tudja a hátterét. Tehát nekünk soha nem volt kérdés, illetve kétségek között sem voltunk soha, hogy ő bűnös. Hát éppen ezért, mert ártatlan. Mindig ártatlannak hittük is, és valljuk a mai napig is. Hát készült pont egy ilyen festmény is. Nem véletlenül egyébként, de ez volt amúgy az egyik ikonik pillanat a Michael Innocent kampánynak, igaz? Igen, ez a kép, nem ez a kép, hanem hasonló, igen, az ugyanaz. A lényeg, hogy én is szerettem volna ezt úgy ábrázolni, illetve megmutatni az embereknek, hogy ne higgyenek el mindent. Ráadásul azért undorító a dolog, mert szegény már ugye nem él, már akkor is, már nem is tudom, most hirtelen nem számolok vissza, de már vagy 9-10 éve ugye nem élt, és akkor nem akarok hülyeséget mondani, tehát nem tud védekezni. Egyébként, amikor meg volt ez a két botrány, de ne beszéljünk majd ezekről, akkor mind a kétszer bebizonyosodott, hogy csak a pénz, hát a Michael Jackson akkor csak a pénzről szól mindig minden. Elég szomorú. Igen. Nézzük csak, családjával mennyire vagy jóban, kibékülve, Latoya, Janet, őket szoktad hallgatni, hogy festetted volna még családtagja? Nem,
Nem, ezt hallgatni szoktam, de inkább Janet Jacksont, mert, uh-huh. mert ő nagyon-nagyon közel volt Michaelhöz. Hát ő nagyon szerette is, és ugye van egy közös daluk is, a Scream. Ami kettő, két kép is van itt. Igen, és az a klip, az eleve ugye, ha utána néznek, akkor az a legdrágább videóklip 95-ben. Nem 90, konkrétan mai napig tartja a rekordot, de 95-ben egy olyan technika, amit utána majd nagyon sok előadó felhasznált hasonlóan, de akkor is az egy ikonikus klip, illetve egy ikonikus szám. Amelyiket általában hozzáhasonlítják, az a TLC-től a No Scrub, ami jól tudom, ez alapján készült. Hát én erről nem nagyon tudok, de azt el tudom képzelni, mert Jacksonnak az alapjai, illetve most már nagyon sok zenésztől tudom Magyarországról is, illetve csak nem akarok szavakat ismételni, de mindig megteszem, hogy ha a zene, akkor Michael Jackson. A zenészek nagyon sok alapot használnak tőle, és akkor innen ismerősek a dalok. Még akkor is, hogyha ugye nem ugyanaz a dal, hanem csak egy picit kirakadnak belőle, és akkor már is van egy jó slágerük. Ki szoktál járni a Michael Jackson fához? Hogyne. Rajongókkal is, tehát azért van egy... Munkád? Nem, nincs, viszont volt már kint többször is. Viszont akkor megemlítem, hogy létezik Magyarországon egy csoport, Michael Jackson Hungarian Fan Club, na, csak ki tudom mondani, ahol tényleg egy idézőjeles családként vagyunk mi, és szeretjük egymást, és mindig kimegyünk nem csak az évfordulókon, tehát ugye a születés, illetve a halál, hanem amikor csak tudunk, akkor kimegyünk. Hát most a vírus miatt ugye sajnos ez így elmaradt, de amint ennek vége, akkor megint kimegyünk, és ott táncolnak, ott beszélgetünk, ott örülünk, éltetjük Michaelt. Egyetlen alkalom, amikor én is kimentem, akkor viszont megrongálták a fát. Ha jól tudom, maguk az őrök, akik ott szoktak néha jönni menni, ők tépkedték le, vagy valami, és akkor rajongók így kivonultak együtt védeni. Igen, sokszor történik sajnos ilyen. Van nekünk egy nagyon kedves rajongó barátunk, és tényleg inkább azt mondom, hogy családtagunk, őt a Lolának hívják. Szia, Lola! aki konkrétan minden héten legalább egy ilyen 4-5-ször elmegy, és ha hiányzik egy kép, akkor már is pótolja, illetve azért díszítgeti is a fát. Nem csak ő tette ezt, többen is, csak a Lolát azért emelem ki, mert nagyon közel áll az én szívemhez, és ő olyan nekem, mint az egyik kis gyerekem. Én egy idősebb hölgyről is tudok, hogy odaják virágokat gondolni. Igen. Ő volt az, aki, azt hiszem, most már több, mint 10 éve biztosan ő csinálta ezt, de most is csinálja, csak a Lola segít, nagyon-nagyon sok mindenben segít. Én emlékszem, pontosan emlékszem, hogy hol voltam és mi volt aznap, amikor Michael meghalt, gondolom ez benned is így megmaradt. Persze. Mik voltak az első gondolatok? Elhitted, nem hitted, akkor még az internet sem volt olyan fejlett, hogy azonnal megnézzük, hogy mi történik és mi igaz belőle. Emlékszel erre a pillanatra? Abszolút, dolgoztam is. És konkrétan egy munkatársam mondta, hát természetesen rögtön egy ilyen sok hatás éri az embert, mert róla egyszerűen nem tudtuk elhinni, akkor sem, most sem tudjuk elhinni, hiába ugye tudatosan tudjuk. Nem halt. Hogy nem, igen, hogy meghalt. Nagyon-nagyon nehéz pillanat, ráadásul ugye egy koncert sorozatra készült, nagyon-nagyon látványos lett volna, illetve talán a világ legjobb súlya lett volna, mert úgy tervezte, és tényleg előtte nem sokkal meghalt, ráadásul tisztázatlan körülmények között, aztán sok minden kiderült erről, viszont minden rajongóban benne marad az a nap, az a pillanat, amikor ezt meghallotta. Egy érdekesség, ha már erről beszélünk, bár nem mosolygok hozzá, bocsánat, csak mert nagyon megérint lelkileg, hogy amikor őt bejelentették, hogy meghalt, a Google összeomlott minden, mert és a tévékben, a híradókban, mindenhol ő volt. Mint a ahogy a 24 igen. Meg hát a temetését is. Tehát sajnos ezekben is rekordokat dönt a nézettségbe, bár inkább nem ebbe döntene. Tehát ez a másik. Hát egy királynak ilyenkor is uralkodnia kell sajnos. Melyik volt életed eddig legboldogabb időszaka?
karrieredben akár magán. Akkor, igen, akkor menjünk a karrierre vissza, mert talán arról tudok többet beszélni. Magánéletemről nem annyira szeretek. Tehát akik ismernek, azok ismernek, hogy én milyen vagyok és hogy élem az életem. De a karrierem az azért fontos nekem, mert folyamatban van a mai napig is, viszont rengeteg év eltelt a festészettel, és ugye ez is az életem, nem tudok más csinálni. Tehát ez így is fog maradni, és ugye rengeteg terv is van ezzel kapcsolatban. Hogy talán most élem azt a korszakomat, ugye nyílik az új a galériánk, itt van előttünk ugye egy fantasztikus nagy kiállítás, nyáron tánctábor, az első Michael Jackson tánctábor, és valahol ezek annyira izgalmas dolgok, és annyira előre visznek, hogy mindig van mit tenni, és mellette ugye a festészetben kiírem az én boldogságomat, bánatomat, mindent. Egyébként ezt szokták is mondani, és ezt nagyon-nagyon szeretem az én követőimtől, akik engem követnek, hogy ránéznek egy festményre, és most már abszolút tudják, hogy ki festette, nem is kell kiírni semmit. Ez nagyon jó, mert akkor fel is elrető, viszont mindig el is mondják azt is, hogy minden érzelem benne van. Tehát tudják akkor, hogy nekem milyen hangulatom volt, és van, és hogy mind megyek keresztül. Le is lőtted az egyik kérdésem, hogy mik a jövőbeli tervek, ezt most így kihúzzuk. De beszéljünk róla, nyugodtan. A tábor például. A tábor az például úgy jött, hogy pont ugye a Kurus Benji-vel nagyon jól összebarátkoztunk, mert ő is Edis Jackson rajongó. Ugye egy táncosnak Jackson az etalon minden szempontból, és ő is ugyanígy éli meg, és ő is fel fog lépni a kiállításon egy fantasztikus showval több táncossal, és aztán így annyira összebeszélgettünk, és többször keresett engem, meg többször kerestük egymást, hogy felvetettem neki, mi lenne, ha csinálnánk tényleg egy Michael Jackson tábort, ami nem csak tánctábor, hanem élménytábor, ahol Jacksonról szól minden, lehet táncolni is, de konkrétan minden másról is fog szólni, például én ott festeni is fogok, és mindenféle quiz kérdések, mindenféle játékok, mindenféle vetélkedő, koncertvetítések, élménybeszámolók, és sikerült, hál' Istennek, megnyernünk egy pár nagyon híres Jackson rajongót, csak nem mindenkiről tudják. Ugye Erika eleve jön, és róla se nagyon sokan tudják, pedig ő is akkora Jackson rajongó, mint én, vagy mint egy jó párom mellette. És jön a Király Linda, aki ugye dolgozott Quincy Jones-szal, és igen. Erről majd beszélni fog, illetve az Olá Gergő, aki neki is konkrétan az élete Jackson. Nagyon sok embernek is. Ez annyira jó, mert így összehozzuk a kis családunkat, illetve jönnek majd olyan emberek is, akik talán, ha most nem szerették, de kíváncsiak, tuti, hogy megszeretik Jacksont. Király Linda és Olá Gergő volt már nálunk, remélem Erika végén egyszer úgy dönt, hogy ő is egy ágyban lesz velünk. Hát ha nem is ágyban, de igen. De legalább igen. Mondjuk nem igaz, Erikával is csináltam már interjút, az egy röppenet volt. Beszéljünk egy picit Erikáról, mit szólsz? Jó. Én például nagyon nem én vagyok az interjú. Erikában volt egy vicces momentum, hogy úgy mondta, hogy honnan jön neki a C név, az Erika C név. Ugye Melanie C után, hogy tetszett neki, hogy van egy Mel B, meg egy Mel C a Spice Girls-ben. Ez nekem sokat számít, mert rajongó vagyok. De volt egy album is sem hozzá, tehát ugye ez... És az mikor is az album? 94-es. Igen, és egy interjúban azt mondta, hogy ő Mel C és Mel B után vette a C nevet. Ez csak azért érdekes, mert Mel C és Mel B 96-ban lettek híresek. Igen, de attól még voltak ők már az előtt is. De nem voltak híresek, senki nem tudta, hogy létezik. Nem, de azért azt ne felejtsük el, lehet, hogy ezért nem vágod rendesen a sztorit. 93... Rosszul tudod. Nem, jól tudod, csak azért pontosítsunk akkor, mert tudom, hogy Erika ezt megnézi, és szia Erika, puszilla, hogy ha ezt megnézi, akkor ő nagyon szereti a múltbe eseményeket, és erre nagyon-nagyon büszke, és mi is, mint rajongók, hogy 93-ban konkrétan kiköltözött Londonba, és ugye megszületett ez a Blooper album, ahol
a kiadó akarta, hogy maga Zoltán Erika néven ne jelenjen meg, mert az, az nem lesz jó ugye semmilyen szempontból, és akkor jött az, hogy akkor az Erikát meg nem akarta elhagyni, tehát olyan nincs, hogy elhagyja az ő nevét, és akkor jött az Erika Szi, mert akkor voltak pont divatosak ezek, nem biztos, hogy csak tőle, hanem ugye mástól is, de akkor voltak divatosak, és bizony azt sem tudják sokan, hogy a Robinak már akkor a Robi díj az már 2-3 éve megvolt. Tehát azért így pont passzol. Erika, ezt jobban ki fogjuk fejteni, a Spice Girls maga 94-ben alakult. 96-tól híresek. Hogy lettél te Erika Szi 93-ban? Ez egy misztikum X-akta, és azt meg fogjuk De 94-ben, fejteni. Tehát 94-ben jelent meg. Úgyhogy, de viszont azt azért elmondom, ha már róla beszélünk, hogy ő az egyetlen magyar énekes, és lehet, hogy te sem tudod, akit az MTV játszott rotációba, az igazi MTV, mégpedig az It's All Right-ot, illetve a Good Times című dalt, és erre azért nagyon-nagyon büszke, bár akkor egyébként nagyobb sikereket szeretett volna elérni, de a mai napig szerintem a legjobb album a Bluebird. És azért ez mai napig nem tudja elmondani senki, mert nem a magyar MTV, vagy ugye utána volt magyar, tehát MTV-nek volt egy magyar verziója, hanem az eredeti Jackson mellett, Madonna mellett játszotta. Egyike vagy azon szerencséseknek, akik a rajongása tárgyával mondhatjuk, hogy barátok. Uh-huh. Ti konkrétan barátok vagytok. Így van, így jött. Mit mondanál nekem az igazi Zoltán Erikáról? Milyen ő valójában? Egy fantasztikus ember. Tehát én nem ismerek nála fantasztikusabb embert, lelkiekbe, emberileg, mindenhogy. Azt azért tudni kell, hogy ami, nem mondom az egész sztorit, mert az hosszú lenne. Ne ismerjük sok a kérdést. Igen, de azt tudni kell, hogy nekem nagyon-nagyon mindig mellettem állt és mindig segített, és a mai napig is ezt teszi. Azért, sőt, most már van egy vicces sztori, egy képpel is, akkor itt nem is mondom tovább, mert akkor ezzel mindent elárultam, hogy ugye őt is sokszor festem, mert ő nekem a múzsám, és imádom minden szempontból. És volt egy kép, ami pont nincs itt egyébként. Volt egy festménye, ahol mikor megláttam, mert ő mindent lát, tehát én átküldöm neki ugye Viberen vagy valahol, és abban a pillanatban ő mondja is, hogy jó vagy nem, abban a pillanatban felhívott Feri, most lát. Tehát most elértük azt, hogy nem te rajongsz értem, hanem én, érted? És ez annyira jól esett, hogy de amúgy is így volt, csak hogy ezt így kimondta, és annyira jó érzés volt, de tényleg nem ismerek nála az jobb embert a világon. És ez most minden elfogultság nélkül mondom. Melyik festményedre vagy a legbüszkébb? Most mondjuk Zoltán Erikára, és csak Michael Jacksonra, mert ugye, ha itt majd a nézők szétnéznek, lesznek ilyen kis vágóképek. Itt azért több sztárt is, gondolom, kedvenceidet megfestetted. Yeah. Melyikre vagy, ami, ha ne igen, Isten őriz a ház, de azt a kettőt kimentenéd? Egyik sincs itt sajnos, az a baj. De ha mondjuk azok közül nézzük, amik itt vannak, akkor egy a hátad mögött Erikáról, illetve Jacksonról, akkor... És talán azért, mert nagyon, ha csak belenézel a szemébe, nagyon szomorú egyébként, mert nagyon szomorú kép, de akkor azért rá, mert azt az érzést, illetve azt a fájdalmat, amit ő akkor átélt, ezen a alkalom, tehát amikor ugye volt ez a vádaskodás, az lejön a képből. De az is, hogy ártatlan. Tehát akkor ez erre a kettőre. Mikor sírtál utoljára? És miért? Nem vagyok egy sírós típus. Általában azt mondanám, hogy egy éven egyszer-kétszer előjön egy-két könycsepp, és az lehet, hogy csak egy filmen, vagy egy koncertfelvételen, amikor olyan pillanat van, hogy nagyon érzelmes, de soha nem a problémák miatt, soha nem az életem miatt sírtam, hanem mindig más miatt sírtam. Egyébként most már hát legalább egy fél éve nem sírtam. Mit vettél utoljára? Ja, ezeket tudom, ezeket a kérdések. Ez tipikus egyágyú. És én már ezt el is döntöttem, és hogy, de igazából, mivel hogy én nagyon őszinte ember vagyok, és engem így is ismernek, nem is tudnék máshogy élni, megint őszintén elmondom, a 30 ezer forint alatt, vagy felett? Alatt. Alatt. Vásznat. Van ennél egy sokkal fontosabb kérdésem. Nem tudod előre? Mit vettél utoljára 30 ezer forint fölött? Vásznat.
Alatt és fölött is csak vásznak vett. Az a poén, hogy igen, mert rengeteg pénzzel megy vászonra, festékre. És bizony ez így van, hogy nem magammal foglalkozom főképp, mert reggeltől estig dolgozom, hanem a munkáimmal, és ahhoz ugye be kell mindig vásárolni. És azért nem tudok más mondani, tényleg vásznak. Jó lenne egyszer valami mást is, de ebbe élek, úgyhogy nem. Melyik hazai női és férfi hírességet találod a legvonzóbbnak, vagy akár példakőnek is? Most veszek olyan fogor kérdése. Hát ha női, akkor Erikát minden szempontból. Minden elfogultság nélkül. Ez most komoly. Mert van neki egy olyan kisugárzása, egy olyan for körülött a levegő. Régen is így volt, most is. Nekem is megvolt a Playboy. Pont a Playboyt nem annyira szeretem. De mindegy, erről is van egy sztorim, de az nem videó. Férfibe pedig mondanék egy-két barátot, csak nem ismertek, az a baj. De nem is tudom. Férfiben én az a baj, hogyha ha engem ismernek, akkor én nem teszek különbséget női és férfi között, mert én az embert látom benne, mindenkibe. Ezért nem tudok erre úgy válaszolni, hogy most mi, engem az, ami megfog, ha belenézek valakinek a két szemébe, ja, akkor látom a lelkét. Na, a tiédet is látom most, csak azt nem mondhatom itt. Hogy konkrétan férfibe éppen ezért mondhatnám Jackson, de Jackson nekem egy égi lény, tehát nem mint embert látom benne, de mégse ezt a férfi ideált semmilyen szempontból, de mégis férfi volt, de érted, mit mondok, tehát éppen ezért nem tudok neked, mondjál te egyet, és mondok véleményt róla. Komolyan, fordítsuk meg, ez legyen már egy kis más változatosság. Mondj egyet. Takaró Jackson. Hogy mi? A fia nem takarónak hívják? A Blanket. De igen, végül is igen, takaró. Csak ez most pont nem jó példa. Karakteres jó hapsi lett belőle, jól mondom. Még igen, de akkor miért nem a Prince-t? Prince? Akkor inkább a Prince-t, igen. Hát, de nem azt a Prince, hanem Michael-nek a gyereke. Ja, jól van, oké, mondom. A Prince sose láttam sem férfinek, sem gyerek. Nem akarom megsérteni a Prince rajongókat, de ha ránézek, a legjobb férfi, nem ő jut eszembe. Nem. De Prince, viszont... Ő nagyon el... Nem is tudom. Nem lett ő nagyon-nagyon pufi? Hát... Én is az vagyok, tehát ezen nincsen baj, viszont nagyon-nagyon sok vonást látok az apja is, igen, az apja is közte, illetve nagyon tetszik az, hogy... A lánya gyönyörű, Paris például. Paris is, de viszont mind a ketten, Paris is és Prince is viszik apja örökségét, tehát konkrétan ugyanúgy adakoznak, alapítványokba dolgoznak, eszméletlen, hogy az apja mit adott nekik. Jól tudom, kibékültek az anyjukkal, és igazából is Igen, de nem. Debbie? De viszont velük soha nem volt köztük, vagy köztük soha nem volt baj, illetve harag vagy bármi, csak ez egy másik sztori lenne. De viszont nagyon jól vannak. Idején, igen. Igen. De hát ez megint a média. Így van. Ha választanod kéne, tudom, hogy marha nehéz dolog, tőlem is, hogyha megkérdeznék, hogy az én kedvencémtől itt, melyik az a szám? És bontsuk kettőre, és melyik az a klip, amit bármikor szívesen meghallgatsz, vagy nagyon sokat jelent? Michaelnél. Jacksonnél? Klip, meg hát dal, az a baj, tényleg Man in the Mirror, az mindenképpen, mindenhol, bármikor, tényleg a klip is, és most már több verziója is van ugye az eredeti klipnek. Persze a szöveg a lényeg. Igen, a szöveg, így van a szöveg, de mondhatnám a Heal the World. Ezek olyan klasszikusok, ami pont a sírásra, de viszont a reményre is ad okot. Ugye az Earth Song is ilyen, ha pedig egy ilyen, ha nem ezt nézzük, akkor szeretem a Thrillert, imádom. A Ghostot, amit veled is ugye én beszéltük. Nekem az az általános ilyen háttérzen, ami megnyugtat, meg inspirál is, hogy dolgozzak. Bizony. Tehát ezeket mind szereted, nem tudom. A szövegét nem értem, mert nagyon keveset tudok angolul, úgyhogy így a hangulatra volt. Nem mindig kell tudni, hogy mi a szöveg. Én úgy gondolom, hogy a maga az érzés, a hanga, az összhatás, az, amit tükröz, az a jó. Térjünk vissza a munkádra és a jövőbeli tervekre. Ezek nagy része hol található meg, ha valaki mondjuk úgy döntene, hogy szeretne tőled ezekből
egyet elcsenni. Hát főképp Facebookon találnak meg, vagy Instán, ugye a nevem alapján, vagy az, hogy Tóth Ferenc, vagy pedig T. Ferenc Art, mert van egy művész oldalam, ahol most már 6000, majdnem 7000 követő van, hál' Istennek, és ez így megy sorba. Illetve most már külföldről is, tehát rengeteg. Az például arra kicsit büszke vagyok, pedig én mindig azt mondom mindenkinek, nem szoktam büszkének lenni, mert csinálom a dolgom, és ahogy Michael mondta, de nem akarok az ő szavaival, tehát átfogalmazva. Én csak egy eszköz vagyok, ez a dolgom, csinálom másnak az örömére. És ez fordítva is így van, de mégis így van. És arra egy picit büszke vagyok, hogy külföldi Jackson oldalak, mindenféle rajongói oldalak nagyon sokszor használják az én festményeimet, és osztogatják, írnak hozzá rengetegen, és ez annyira jó, mert akik meg engem követnek, én ezeket nem mindig látom, mert nincs időm, azok meg átküldik nekem folyamatosan is. Mindig ez, elcsodálkozom, hogyha másért nem, ez is egy olyan jó dolog az életemben, ami most így történik. Mi volt az a pont, mi volt az a pillanat, amikor Michael így beszögeződött beléd? Emlékszel arra, hogy melyik pillanatnál fogott meg, vagy mi volt az idősebb, amikor onnantól mondjuk telepósztereszted a szobádat, vagy elkezdted őt festeni? A Dangerous 92. Előtte is, mert volt nekünk anyukám nagyon, hát ugye biztos emlékszel te is, mert már így, a mi korunkban, bocsánat, hogy így mondom, tehát te fiatalabb vagy nálam, igen, viszont a családoknál azért mindig az volt, hogy volt lemezjátszó, akkor még Bakeliten voltak a lemezek, ugye, ez tipikus, aztán jött a Magnó, és a mi családunk nagyon muzikális család volt, és anyukám mindig megvette az összes ilyen nagyon híres zenéket, és ugye természetesen nem maradt ki Jackson sem, és az már ugye a Beddel kezdődött nálam, de aztán visszamentem egészen végig, ugye a legelejéig, de például a Jackson 5 lemezünk nem volt, csak majd később. De viszont a Dangerous volt az, ami már CD-n is megjelent, meg ugye Magnó kazettán. Onnan jött az igazi, és akkor kezdtem az első rajzokat, amik kint voltak a szobám falán, ami egy darab nincs meg belőlük. De hát a festészetet meg nem ott kezdtem el, de viszont a rajz az alapja a festészetnek, tehát az jó dolog volt. Mint a legtöbb Michael rajongó, én is az voltam, mondhatjuk vagyok is persze. Nem, ez nem lehet egyébként el... Nem lehet elhagyni. Nem. Egyszer mindenki beöltözik a példaképének. Én egy iskolai farsangon voltam Michael Jackson, a Bad Clipet másoltam be, utolsó lettem, szörnyű. Szörnyűen néztem ki, remélem soha nem kerül elő ez a felvétel, anya fel nem mert tenni. De én kíváncsi lennék. Öltöztél be Michaelnek? Nem, soha. Tanultad meg valami koreográfiát? Nem, soha. Ne kérdezz, hogy mi? Azért én ilyen szempontból nem... Milyen rengó vagy te? Én nem ilyen, viszont nagyon tisztelem azokat, akik ezt megteszik. Mm-hmm. Abszolút is ismerek sok ilyen embert is. Több magyar is van, aki ugye mondjuk, hogy imitátor. Igen, csak tényleg kerül. Az a baj, szeretem az imitátorokat, de nem hogy akarok... Hogy fogalmazzunk? Utálom ezt a szót, hogy imitátor. Eleve. Hogy fogalmazunk? Utánzok, de az se jó. Michael utánzó, az se jó. Az se jó. Akkor, aki hasonlít Michael Jacksonra minden nap. Az kevés, ha hogy mondjam, Michael Jacksonra nem lehet szerintem hasonlítani, lehet ugye nézd, sok mindent nem csinálni. Megtalálni ne. A szót. De megtudjuk, ez jó, csak... Ízig-vérig rajongó vagy, aki... Ah, nagyon. Igen, akkor nagyon. A covert nem tűri. Nem. De amúgy szeretem, mert ad egy feelinget, tehát én imádom például... Tisztelet. Igen, tehát én, nekem semmi bajom nincs ezzel, csak valahol Jackson hiányzik. Tehát mikor, és senki nem tudja úgy lehozni. De nem lehet. De örülsz, amikor mondjuk, például most látt ebbe a kvízben is szinte csak sztár volt, hogy minden évadban benne van, ilyenkor te oda ragadsz, és azért persze, meg a rajongók mondják, hogy ha ugye megtudják, hogy valahol lesz ilyen, abban a pillanatban az oldalon, meg privátban is írják, hogy nézem, és tetszik. Nem mindenkinek áll ez jó, még akkor sem, hogyha ugye nagy munka van mögötte, de akkor is jó úgy látni, de akkor sem Jackson. Jackson egy volt, és van, és lesz, de csak egy. Ki az első számú rajongó, csodálód, aki tudod, hogyha elkészül egy kép, és az online kerül, akkor az rácsap? De hogy érted, hogy rácsap? Megveszi, vagy rajong érted, és azonnal kommentálja, hogy mit lát benne? Hú,
Van egyáltalán rajongója a munkáidnak, aki sok. Így... Na, erre sok, az első számút kér. Akkor mondok egy szlovákiai hölgyet, Katarinának hívják, és ő neki már azt hiszem 20-20 valahány Jackson festménye van tőlem, wow. De van magyar is, a Christian neki is kb. Annyi, illetve még több ilyen van Tirolba, Ausztriában, Ausztráliában is van már kint képem, de viszont a Katarinát azért emelem ki, mert amint meglát tőlem egy olyan festményt, ami megérinti, és ezt mindig elmagyarázom neki is, illetve mindenkinek, hogy nem azért kell tőlem festményt venni, mert tetszik, hanem amikor meglátod, és ha megérint, akkor az valószínűleg neked festettem, de ez soha nem így direktbe kell, hogy legyen, hanem azt érezni kell. És ha ezt megérzed, akkor viszont, ha megkeresel ezzel, én örülök, hogy oda kerül a festmény hozzád. Hogy lesznek ilyen élethűek a képeid? Hú, hát valószínűleg azért, mert egyrészt amikor őt festem, akkor a soha nem direktből és muszájból van, hanem nagyon-nagyon megérint, tehát mintha szólna hozzám, hogy most őt kell festenem, és így is szokott lenni, hogy akkor őt festem, amikor ezt érzem. És ugye azért rengeteg munka van mögötte, tehát ezek nem 2 perc alatt készülnek el, és konkrétan nekem egy jó ez a most, amit mondtam, mert mindig ezt kapom meg, hál' Istennek, hogy lesz valami élethű. Hát rengeteg munka és szeretet. Tehát szeretet nélkül olyan vagyok. Tehetség biztosan kell, nem tudom, én már régóta csinálom ezt, hogy most van-e hozzá tehetségem, döntsék el a... Ne, ez borzasztó amatőr vagy. De ez nem, tehát én ezt soha nem fogom kimondani. De viszont a visszajelzés alapján az nagyon jó érzés, ha ezt hallom. Na, mit kell még kérdezni? Olyan jó, egyszer én kérdezik, nem fordítjuk meg? Jó! Kicsit arrébb teszem, kérdezhetsz. Na, Jacksonnal kapcsolatban. Na, kérdez. Ez is benne marad? Persze. Na, Jacksonnal kapcsolatban. Akkor mondd el te, hogy mit éreztél, amikor, mert fordítsuk vissza, hasonlót kérdeztél te is tőlem, amikor mindenhol Jackson folyt, és hallottál tőle egy dalt, mondjuk a legelső dal, teljesen mindegy mi volt, nem kell emlékezni rá. Mit éreztél vele kapcsolatban? Hogy miből indult? Igen. Engem a... Azt hiszem, hogy a ProSieben csatornán ment folyamatosan a reklámja, a singlenek, a Remember Time-nak. Uh-huh. A fáraós klip. Igen. És én akkor valahogy beleszerettem ebbe a dalba, 30 másodpercet adtak le az egészről, meg a klipből is, de azt én felvettem videókazettára. Igen. De elárultam, hogy nem 2000 után születtem. Hoppá, tényleg! Hát, 99-ben! Szóval... Most hát majdnem mondtam az eredeti dátumot. Igen. Mikor a Remember Time-től? Az így... Van egy ilyen beakadás mindenkinél, aki rajongó, hogy onnantól úgy rácuppan erre a dologra. És a Remember Time hangulata, a zene minden így magával vitt. És utána volt egy dokumentumfilm, amit Magyarországon is adtak, egy órás, amivel Michael bemutatja a klipét, azt szintén felvettem, és ezt rongyosra néztem. De jó. És akkor így beépült. Ott találkoztam először a Scream-mel, ami szintén így... Ami már 95, bocsánat. Csak lelőttem a... Jó, igen. De tudod, én ezt így felvételről láttam. Igen. Jogos. Valamikor 2000 abban, nem. Szóval akkor, igen, ez így... Így megcsípett. Vele együtt Janet is. De jó. Úgyhogy utána jött a Janet Mania, és tele lett a szobám a plakátjaikkal. Bravo Popcorn magazin, csak azt vadáztam, hogy mennyiszer voltak. Van-e bennük plakát, meg elkezdtem cserélgetni rajongókkal. Igen, nekem ugyanilyen volt a szobám, de nem voltak közte helyek, szóval nálam csak Igen. Tapétaként. Nálam még olyan is volt, az is, hogy jó, anyukám mutálta, de elfogadta, ugye az volt, akkor még szekrény sorok voltak. Aha. A szekrény sort is végigragaszgattam mindenféle cikkekkel, képekkel, ugyanúgy Jacksonról és Erikáról is.
És ez annyira jó, hogy hát anyukám nem örült neki soha, mert hát mikor bejött oda valaki, akkor ugye úristen. És ráadásul ott voltak a családi ebédek mindig, tehát ha jöttek vendégek, akkor is mit láttak végig, Erikát és Jackson? Hát nálam azért nem örült anyám, mert nem volt egy celuxom, és megfogtam a százas szöget, és azzal vettem. Jó, az azért drasztikus. Nem volt egy kellemes élmény, amikor meglátta, főleg amikor leszedtük utána. Nálam ez így, nem is tudom meddig van, emlékszem rá igazából, 97-ig volt ez a masszív mánia, uh-huh. Michael Jackson, és mindenben utánoztam, és volt egy órám is, amit szégyeltem viselni. A suliban nagyon sokáig dugdostam, hogy a pulóveremet ráúztam, hogy jaj, meg ne lássak, hogy én Michael Jackson rajongó vagyok, aztán amikor egyszer így előkült, de vagány, hol vetted, hát neked is ezt kell mondani, ezért dugdostam fél évig, azt mindenki... Nem is értem, miért dugdostad. Igen, ez... nem tudom, valahogy, hogy... De tudod, mi jutott most ezzel kapcsolatban eszembe? Mert nagyjából tudom én, hogy miért dugdostad, vagy sejtésem van, mert ezt én is megkapom nagyon-nagyon sokszor. Az idézőjeles rajongóimtól, azért idézőjelben, mert ők inkább a barátaim, én úgy gondolom, olyan nagy családban, ugye, akik követnek engem, ők a barátaim, és a lényeg az, hogy mindig kérdezik tőlem, és most már elfogadják, de egy ideig nem tudták rendesen elfogadni, hogy miért festek ennyi Michael Jackson képet? Miért vállalom ennyire fel Michael Jacksont? Tehát ugye innen visszakanyarodva hozzád. Hát azért, mert ő az életem. És bizony, ha tudsz azonosulni valakivel, és ez most nem csak rajongási szinten, hanem valakivel azonosulni, akkor azt cipeled egy életen át, én úgy gondolom. 97-ben ugye ez így lecserélődött, azt hozzá kell tennünk a történethez, hogy volt egy ilyen erős váltás. Hogy na mi az az erős váltás? A Spice Girl! Így valamiért így berobbant a Spice Up Your Life és az Impulse Dezodor reklámot így meglátta a tévében, hogy mesztelenül sétálnak az utcán. Na nem ez fogott meg, hanem a zene. És akkor ott így egyik pillanatról a másikra átnéztem a brohókat, popcornokat, imeket és az össze Spice Girls plakátot, vagy lecseréltem a Michael és Janet. Ennyi. Anyukám bejött a szobámba, és mi történt Michael? Most Spice Girls. És ez így maradt. Ehhez nem tudok hozzászólni, de egyébként... Nem változott a szeretetek, de bocsánat, nincs ezzel semmi gond, mert a benned marad, attól még benned marad az, hogy most a szobád, meg nem csak a szobád, hanem hogy most megszerettél egy másik csapatot, most akkor csapat. Az Ace of Base-t is Michael váltotta nálam, úgyhogy előtte Ace of Base volt. Én szerettem őket is mai napig is. Tehát nagyon sok minden, például nagyon sok zenét, ha én nagyon sok zenét hallgatok, és ez is mindig egy kérdés, te csak mindig Jacksont hallgatsz meg, Erik? Hát. És mindig mondom, nem. Tehát valójában én amikor festek, egyrészt nagyjából olyan zenét választok, ami valahogy illik az én festményemhez, amit festek, vagy pedig jön egy teljes lejátszási lista, amiben aztán minden van. És ennyi. Úgyhogy nem vagyok azért ennyire fanatikus ilyen szempontból, inkább az ember fog meg. Én csak tippelek, de ha jól tudom, az alsó kép az a budapesti látogatásának a sztáliát idézi meg, az pedig a Remember Time videóklipet, ugye jól mondom. Nem is a videóklipet, hanem annak a shotját. Nagyon jól eltaláltad, bár az nem biztos, hogy a budapesti, viszont abból a korból való. Abszolút. Ezeket hol fogjuk látni? Mi lesz a galéria neve egyáltalán? Hol fognak ezzel találkozni a nézők? Hát a galériánkban lesz Jackson fal természetesen, ahol várjuk a Jackson rajongókat is, és majd rendezünk nekik bizonyos kisebb fajta rendezvényeket, akár klub találkozót is. Viszont a galéria neve az érdekes, az emőkével megálmodtuk egy nap alatt, hogy az lesz, hogy T. Ferenc Art and Viet Design Magic World. Kávézó és galéria. Ugye én nekem sikerült találkoznom azzal, aki nekem egy ilyen példakép, nem. És akiért rajongok, akit igazán szeretek, és ő a Spice Girls egyik tagja, Jerry. Igen, és ráadásul negyed órát sikerült vele mászkálni Budapesten, testvérünk minden nélkül, és akkor is ő faggatott minket, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, mit gondolunk erről, arról, amarról, még videós készült, ahol bemondja a nevemet, így köszönöm nekem. Wow! Ez neked, ha jól tudom, nem adatott meg, te nem tudtál találkozni Michael-lel. Nem, mert 95-ben, amikor ugye itt volt Magyarországon, és ugye 94-ben is volt, és ugye a nagy koncert, akkor megmondom őszintén, azért nem voltunk mi olyan jó anyagi helyzetben, hogy én feljöjjek vidékről, és
és most már bánom, mert valahogy meg kellett volna oldani. De viszont érdekes az élet, és sajnos akkor sem sikerült. 2009-ben, amikor bejelentették ugye ezt a koncertsorozatot, ami két nap alatt konkrétan elfogyott 50 koncertre a jegy, az egyik barátom nagyon ügyes volt, és tudta, hogy nekem ez kell, és sikerült jegyet vennie nekem Londonba, és aztán később rögtön bejelentették, hogy meghalt. Hát sajnos nem találkozhattam vele soha, de viszont valahol mégis mindig velem van. Tehát most persze nagyon-nagyon jó lett volna, illetve egy olyan élmény, de ezt nem tudom máshogy megfogalmazni, mint hogy én mindig érzem őt, hogy itt van. Ezt, ha megkérdezném, még sok rajongót van, szerintem ugyanezt mondaná. De ez van. Ez megvolt, megvolt. No. Nem ez, most ilyenkor már, igen, most levegőt vettél, hogy mi volt?